Sziasztok, üdvözlök mindenkit az előadáson. Ennek a felvételnek nagyrészt az a célja, hogy egyrészt ugye holnap kerül megrendezésre, 9.30-kor ez az előadás, és akik esetleg személyesen nem tudnának megjelenni az előadáson, azoknak nyújt ez egy, egy pótlási lehetőséget, tehát meg tudja tekinteni online is ezt az előadást, aminek egyébként egy aktuális témája lesz, és hogyha egy kicsit vissza kellene utalnom az előző alkalommal tárgyalt témára, gondolok itt a, Right. <laughs> tőzsdei Társaságok eredmény szépítésére. Az azért egy kicsivel szárazabb téma volt, vagy nehezebben feldolgozható téma volt, hiszen elő kellett vennünk a mérleget, eredménykimutatást, különböző pénzügyi fundamentális mutatókat beszéltünk meg. Most ennél egy kicsit könnyedebb témával fogunk foglalkozni, ennek ellenére egyébként érdekes és hasznos lesz az előadás. Mégpedig arról fogunk beszélni nagyrészt, hogy a részvénypiacokon, a tőzsdéken a hozamok nem egyenletesen keletkeznek, és kialakulnak bizonyos időszakok, amikor mondhatni azt, hogy lényegesen nagyobb hozamot lehet realizálni, máskor pedig lényegesen kisebb hozamot tudunk realizálni. Na most ezekre a megfigyelésekre épülnek különböző stratégiák, és hogy ugye aktuális, a, a dolognak az aktualitásáról is beszéljünk, a, a, az úgynevezett Halloween hatás, vagy Halloween stratégia. Az egészen pontosan egyébként november 1-én adna jelzést nekünk, tehát akkor kellene a pozíciót hozzányúlni, illetve hát a, a részvény kitettségen változtatni. Meg fogjuk ezt is beszélni, és ezzel összefüggésben számos más ilyen naptár effektushoz, naptár hatáshoz köthető összefüggéseket tekintünk át az előadáson. Vágjunk is bele ebbe az anyagba. Már az előbb elárultam, hogy a, a, a naptár hatás, vagy hát angol ez úgynevezett calendar effect nevű jelenséggel fogunk foglalkozni, nagy, rövid, nagyon röviden az a lényege, hogy különböző napokhoz, kereskedési napokhoz, kereskedési dátumokhoz, időpontokhoz, esetleg hónapokhoz köthető összefüggéseket, mondhatnánk az piaci anomáliákat figyelünk meg, figyelhetünk meg a részvénypiacon. Azért használjuk a piaci anomáliák kifejezést, mert a hatékony piacok elméletének ellentmondó összefüggéseket figyelhetünk meg, Hát nagyon röviden, hogyha arra ki kellene térnünk, akkor ugye a hatékony piacok elmélete alapján azt mondhatnánk, hogy nincs arra lehetőség, hogy többlethozamot nyerjünk ki a piacból különböző módszerekkel. Ide tartozna a, naptárhatás is, tehát a naptárhatással kapcsolatos megfigyelésekkel sem tudunk többlethozamot kinyerni. Nagyobb hozam csak magasabb, nagyobb kockázat vállalásával érhető el a tőzsdén. Na most azt látni kell, hogy azért hívjuk ezeket piaci anomáliáknak, mert bizonyos fokig ezek a, az összefüggések, amiket most tárgyalni fogunk, ezek megcáfolják azt a, azt a megfigyelést, amit az előbb mondtam, tehát nagyobb hozam, nagyobb kockázat, ugyanis azt fogjuk látni, hogy bizonyos helyzetekben nagyobb hozamot lehet elérni úgy, hogy a kockázat egyébként nem növekszik meg, most a naptár hatáshoz köthető összefüggések, a, nek nagy, nagyon röviden az a lényege, hogy bizonyos hónapokban, napokon nagyobb, vagy esetleg alacsonyabb hozam. Képződik a, a, a tősdéken, és ezt a kereskedők megpróbálják kihasználni. Most értelemszerűen úgy próbálják meg kihasználni, hogy amikor nagy hozam képződik, akkor pozícióba lépnek, amikor meg alacsonyabb hozamok képződnek, akkor meg megpróbálnak távol maradni a piactól. Például ez lehet egy egy módja annak, hogy kinyerjük ezt a, ezt a többlethozamot. Most azt kell látni, hogy ezeknek a, a naptár hatással összefüggő jelenségeknek alapvetően három nagyobb kategóriája van. Az egyik kategóriába az úgynevezett day of the week hatások tartoznak, amikor egy-egy napnak a, a, a specialitását, a különlegességét vizsgáljuk, majd mindjárt mutatok erre példákat. És vannak az úgynevezett month of the year hatás, ami egy-egy hónapnak a, a kitüntetett szerepét, vagy többlet hozamát emeli ki, és vannak bizonyos egyedi esetek, amelyek nem sorolhatók be a, a felső kettő kategóriába, de alapvetően a kategorizálásnak nagy jelentősége nincs, hogyha lesz időnk, akkor, akkor majd kitérek az egyedi esetekre is, illetve az a cél, hogy minél több ilyen összefüggést, vagy naptárhatást megbeszéljünk. Na most ha megértsétek a, a lényegét a, a dolognak, hogy hogy, hogy, hogy miért különleges ez a, ezek a megfigyelések. Mutatok egy példát. Itt van, kimásoltam egy, egy táblázatot, egy, egy kutatási anyagból, ez egy régebbi Kenneth French által készített vizsgálat, 25 évet tekint át, tehát azt lehetne mondani, hogy azért egy nagyobb adatmennyiséget vizsgál meg, és megnézi azt, hogy ez alatt a 20, körülbelül 20 25 évnyi kereskedés alatt, ugye hetente 5 kereskedési napról beszélhetünk megnézi azt, hogy milyen átlagos hozamot lehetett a tőzsdén elérni. Ezt látjuk is a táblázat első oszlopában, ugye az old days alatt látjuk, hogy összesen 6448 napot vizsgált meg, és ennek a 6448 napnak az átlag hozama az 0,016 százalék, ez egy nagyon-nagyon kicsi százalék átlagos hozamból tevődik össze a tőzsdén az egyes napokat követően a hozam. Na most azt látni kell ezek után, hogy ha a piacok hatékonyak, akkor azt várnánk, hogy nagyjából a, a hétfőnek, a kednek, a szerdának, a csütörtöknek és a pénteknek is hasonló Hoz, átlaghozamai lesznek, tehát közel ehhez a számhoz valamilyen közeli adatot kapunk. Viszont ha megnézzük ezt a vizsgálatot, és ezt a 6448 napot lebontjuk, akkor, akkor kapunk 1290 nap hétfőt, ugyan, 1289 keddet, ugyanennyi szerdát, csütörtököt, pénteket, és ami az érdekes, hogy az átlaghozamok azok nem egyeznek, sőt, olyan különbségek vannak, hogy a hétfői napoknak az átlaghozama negatív. Tehát, hogyha mi az e, e, ebben az időszakban, amikor ez a vizsgálat készült ebben a, ebben a húsz évben, mindig csak hétfőn reggel nyitottunk egy ügyletet, és mondjuk hétfőn reggel nyitottuk, és este lezártuk, akkor, akkor nekünk negatív lett az eredményünk, hiszen negatív az átlaghozam. Ezzel szemben, ha megnézzük, akkor például, a pénteki napnak lényegesen nagyobb az átlaghozama, ugyanúgy a keddi napnak is. Tehát azt lehetne mondani, hogyha van egy A és B befektető, A befektető mindig hétfőn kereskedik, B befektető mindig kedden, akkor B befektetőnek lényegesen nagyobb lesz a hozama, mint A befektetőnek. Na most, ha a, a piacok hatékonyak, akkor nagyjából az átlag közeli értéket kellene látnunk. És tulajdonképpen ez a példa mutatná azt, hogy miről szól a, a naptár hatás. Különböző időszakokban vagy kitüntetett és kiemelkedően magas, vagy kiemelkedően alacsony hozamok mutathatók ki. Ugye például ez a hétfői napnak a negatív hozama, ez a, a a Day of the Week hatáshoz köthető, illetve kapcsolódik hozzá. Na most a, az általunk tárgyalt Halloween hatás, az a hónap napjaihoz köthető, tehát abba a kategóriába sorolható be. És azt lehetne egyébként mondani, hogy ezt a, ezt a anomáliát már nagyon-nagyon régen felfedezték. Az első ilyen kutatások egyébként lassan száz évesek lesznek, és már ott megfigyelték azt, hogy a tőzsdeindex, ez szaggatottal, egy kicsit homályos a képünk, de ennek az az oka, hogy ez egy 1940-es évekbeli tanulmány, amikor még ugye író géppel írták a, a kutatásokat, tehát ez abból származik, és azért ilyen rossz minőségű a kép. Na most csak arra szeretnék itt rávilágítani, hogy szaggatott vonallal a Dow Jones tőzsdeindex, folytonos vonallal pedig a a 20 legnagyobb osztalékot, osztalék hozammal rendelkező részvénynek a, a, az átlaghozama követhető nyomon. Hát ez igazából medián, de nagyjából hasonló eredményt kapunk a mediánnál, mintha átlaghozamot néznénk. És azt láthatjuk, hogy december, január, február és így tovább az egyes hónapokban ha kiértékeljük az adatokat 1928 és 1940 között, akkor jól megfigyelhető mintázatot vehetünk ki, azaz vannak hónapok, amikor, amikor magasabb hozamot lehet elérni, és vannak hónapok, amikor gyengébbek a hozamok, és nagy vonalakban az jól elkülöníthető itt, hogy a nyári hónapok, azok gyengébbek, ugye ez az az időszak, ez a nyári hónapok gyengébbek a, a tőzsdén. Ez már 1928 és 1940 között egy felfedezett és megfigyelt hatás volt, és az a kérdés, hogy ez vajon létezik-e a mai napon is, hiszen nagyon sok olyan piaci összefüggésről tudunk, amelyek a múltban léteztek, de ma már nem léteznek, vagy amelyek egyébként a felfedezésükig léteztek, és akkor miután felfedezték és széles körben ismerté váltak az összefüggések, azután már ez a többlet, kinyerhető hozam is megszűnt. Hát ennek nagyon egyszerű magyarázata, hogy egyre többen kezdték el ezt az összefüggést kihasználni, és ugye ez egyre inkább csökkenti a kinyerhető hozamot, ami végül aztán eltűnik. Viszont, hogyha megnézzük ezeket az általam kivetített grafikonokat, 1928-tól napjainkig mutatja a hatást, és kezdjük talán az elsővel, a kék görbe mutatná az amerikai részvénypiacon S&P 500 tőzsdeindex, ugye ez az 500 legnagyobb tőzsdei társaság részvényeit reprezentáló tőzsdeindexről van szó, tehát az amerikai részvénypiac kapitalizációjának a 91 néhány százalékát foglalja magába. A kék görbe mutatja az hozamot, és ezt úgy kellene elképzelni, hogy az összes évet megnézték 1928-tól napjainkig, és megnézték, hogy egyes napokon milyen átlaghozamot lehetett elérni, és, és ha ezt az átlaghozamot felvisszük egy, egy grafikonra, akkor ez a kék görbe mutatná azt a, a lefutást, hogy az átlaghozam változik. És ebből nagyon jól látható az, ami előbb is látszott a 28-tól 1940-es ábránkon, hogy a nyári hónapok azok, azok gyengébbek. Hát a nyári hónapokat, ha megnézzük, akkor itt a július-augusztustól novemberig tartó időszakról beszélhetünk. Nincs olyan határozott emelkedés, inkább azt lehetne mondani, hogy oldalazás van a, a piacon. Na most, amit még látni kellene, hogy van még egy, még két görbénk, ez a plusz egy SD, illetve a mínusz egy SD, ez a, ez a mínusz egy és a plusz egyes szigma határ, ami nagyon leegyszerűsítve annyit jelentene, hogy a, az átlagtól eltérő adatoknak a, a, többségét mutatja. Most tegyük fel, hogy ez, egy, ez az adathalmaz egy normális eloszlást követ, akkor azt lehetne mondani, hogy a, a, két határoló görbén belül, mutatom, ezen belül van az összes adatnak a, a kétharmada. Tehát az esetek nagy részében egy adott napnak a, a hozama az az átlagon belül alakul. Hiszen, hogyha visszatekintünk a, a múltba, és Nézzük a mai napot, ma október 27-e szerda van, és most visszanézzünk a következő, visszatekintünk 100 évet, vagy legyen 90 évet a múlva, akkor lesz 90 darab október 27-i szerdai adatunk, ezt kiátlagoljuk, és ez felkerül, és ez az, ennek az átlaga adja a kék görbét. Viszont az átlaghoz képest lesznek olyan szerdai napjaink, amikor a hozam lényegesen alacsonyabb az átlaghoz képest, vagy lényegesen nagyobb. Na most ez a két határoló görbe mutatná azt, hogy az esetek kétharmada az, az be a, tartományon belőle, Tehát az átlagtól való eltérésre kapunk magyarázatot, ami azért egy, egy vizsgálatnál jól mutatja a megbízhatóságot. Most nem tértünk még erre ki, de a legtöbb tőzsde stratégiánál, a legtöbb befektetési portfóliónál, részvénypiaci, kötvénypiaci hozamoknál mindig egy átlagszámot látunk. Mindig azt látjuk, és azt mondják, hogy mondjuk amerikai részvénypiacon elmúlt száz évben 10%-os évesített hozamot lehetett elérni. Ez rendben van, ez egy átlag, de lesz, vannak olyan évek, amikor, amikor nem 10% volt az elérhető hozam, hanem 2%, meg volt olyan év is, amikor 15%. Na most ez a két határló görbe azt mutatná, hogy az átlaghoz képest mennyit, mennyire szóródnak az adatok. Ez egyébként a másik táblázatból is látható lesz, szintén a hasznos és konkrétumokat mutat számunkra. Itt már nem, nem minden egyes nap, hanem a hónapok vannak lebontva, és az egyes hónapoknak az átlag hozamait látjuk. Na most azt kellene látnunk ebből a, a grafikonból, hogy a, a, a havi adatokat tekintve a január hónapnak például kiemelkedően magas a hozama. Mindjárt meg is jelöljük. Itt azt látjuk, hogy 1,23% az átlaghozam. De ugyanígy a július hónap is nagyon jó 1,54%-kal, de a december is nagyon jó 1,3%-os hozammal. Láthattok még az ábrán egy, egy másik adatot ez, a, ez, amit föl, fölötte van, 73, 60, 59, 58, ezek a pedig azt mutatják, hogy az átlagon belül mennyi az es, az, az, eseteknek az aránya, amelyiknél pozitív a hozam. Most akkor nézzük meg a december hónapot. A december hónapban azt látjuk, hogy 1,3%-os átlaghozama volt, tehát ez azt jelenti, hogy ha 1928-ig visszamegyünk, nagyjából 90 darab december hónapnak a havi hozamát kiátlagoljuk, akkor annak 1,3% lesz a, a, hozama egyetlen egy hónapnak. És az eseteknek a, tehát ennek a 90 esetnek a 74%-ában a december hónap az pluszos volt a tőzsdén. Ez az alapja egyébként az úgynevezett Mikulás Rallinak, ami december környékén rendre megjelenik a, a, médiában, és egy olyan megfigyelésről beszélhetünk a Mikulás rali alatt, hogy december hónapban a tőzsdék emelkednek, ez igaz, az eseteknek a 74%-ában a múltban azt tapasztaltuk, hogy pozitív hozama lett a december hónapnak, és hát nyilván ebben ott van a pozitív átlagban az is, hogy a 74%-mellett 26%-ban negatív hozamok is voltak. Mindenesetre egy egy Mikulás rallit kereskedő befektető az december hónapban pozíciót nyit és mondjuk az S&P 500 indexbe tartja a pénzét, majd hónap végén ezt lezárja ezt az ügyletet, arra alapozva, amit itt látunk, tehát az 1,3%-os átlaghozamra, és arra a 74%-os találati arányra. Ezt jelenteni például a Mikulás Rally, és akkor már nem árulok egy nagy titkot, létezik egy úgynevezett január effektus, aminek pedig pont az a lényege, hogy a január hónapban is szokatlanul magas hozamokat lehet kimutatni. Ez 1,2%-os átlaghozamot jelentene, és 62%-os találati arány. Tehát a pozitív hónapoknak az aránya az elmúlt 90 évben ugye 62% volt, és az eseteknek a 38%-ában a január hónap az mínuszos volt ennek ellenére, tehát a pozitív átlag ellenére. A megfigyeléseknek tehát az a lényege, hogy egyes hónapokban szokatlanul nagy, máskor szokatlanul alacsony átlaghozamok mutathatók ki a tőzsdéken. Nyilván nem csak pozitív esetekről beszélhetünk, nagyon jól látszik a szeptember hónap, az, az jellemzően gyenge a tőzsdéken, negatív átlaghozam, és az eseteknek a 45%-ában tapasztalunk csak emelkedést a szeptember hónapban, 55%-ban pedig esik a részvénypiac esett a múltbeli adatokon. A Halloween effektus vagy Halloween stratégia az ezeket a megfigyeléseket használja ki, és nagyon jól összhangban van az úgynevezett Sell in May and Go away tőzsdei mondással, ami már egy ilyen év, több évszázados bölcsesség a, a tősdén, az a lényege, hogy májusban add el a, a részvényeidet, és majd tér vissza ősszel a, a részvénypiacra. Azaz novemberben kell ismét vásárolni részvényeket, tehát november 1 Így kapcsolódik a Halloween effektus, mert ezen a néven is nevezik ezt a stratégiát. Hát a Halloween hatásnak pontosan az a lényege hogy, hogy el részvényeket novemberben, ezt tartsd egészen áprilisig, majd pedig onnantól kezdve a partvonalról figyeld, a, azaz készpénzben várakoz. Ahogy említettem, több évszázados múltja van ennek a mondásnak, hogy ez még abból a korból származik, amikor személyes, részvétellel zajlott a tőzsdei kereskedés, vagy a pénzügyi tranzakcióknak, tőkepiaci tranzakcióknak a bonyolítása. Abban az időben Londonban a tehetősebb emberek a nyarat azt, azt vidéken töltötték, és ezért ténylegesen megfigyelhető volt az, hogy a a nagyobb üzleteket, azokat nem nyáron kötötték, és ezért kisebb piacmozgás volt a tőzsdéken. Na most ugye a mai világban ez már az elektronikus kereskedés időszakában ez annyira nem figyelhető meg, ennek ellenére egyébként látni fogjuk azt, hogy mégis érvényes és kimutatható a Halloween hatás. Tehát azt kell látnunk, hogy az úgynevezett Selling May and Go away stratégia és a Halloween stratégia az teljesen ugyanaz, csak, csak más megnevezéssel. Mindkettőnek az a lényege, hogy a nyári hónapokban készpénzben várakozunk, és részvényeket tartunk novembertől kezdődően a következő év tavaszáig, tehát az erős hónapokban tartjuk a részvényeket. Az is jó megfigyelhető egyébként, hogy a, a gazdasági média az, az, gyakran beszámol ezekről a jelzésekről. Szinte minden évben előkerül a, vagy a Halloween hatás, Halloween stratégia, vagy, a, vagy májusban a Selling May and go away mondás és az arra alapuló tanást, tehát ezekkel gyakran lehet találkozni, és általában ilyenkor előkerülnek olyan ábrák, mint amit most én itt a bal oldalon kivetítettem, azaz azt is láthatjuk kimutatva, hogy a, az S&P 500 indexet nézzük, akkor no, ha novembertől áprilisig tartjuk a részvényeket, akkor arra az időszakra az átlaghozamunk az, az 6,8-6,9% körüli. Ha viszont májustól októberig tartjuk a részvényeket, tehát a nyári hónapokban, akkor nagyon alacsony az átlaghozamunk, és a különbséget is láthatjuk, az ugye 4,7-5,4 százalék, tehát azt sugalnák ezek a, a, ezek a grafikonok, hogy érdemesebb inkább csak novembertől áprilisig részvényeket tartani, és májustól októberig várakozzunk készpénzben, vagy tegyük államkincstár jegyekbe, diszkontkincstár jegyekbe a pénzünket. Most a kérdés az, hogy rendben van, hogy kimutattunk egy magasabb átlaghozamot, de vajon Érdemes-e ezt a, azt a stratégiát? alkalmaznunk. Mit mutatnak ezzel kapcsolatban a, a visszatesztelések? Nézzünk meg ilyen átfogó visszateszteléseket. Az egyik ilyen részletes átfogó statisztikai vizsgálatok alapján próbált a Halloween hatásnak a, a, az alapját megkeresni, és háromfajta stratégiát fogalmaztak meg ebben a, a munkában. Az egyik a klasszikus, az a buy and hold stratégia, ez a vedd meg és tartsd ami annyiból áll, hogy, hogy folyamatosan a részvénypiacba befektetve vagyunk. Tehát itt nem lépünk ki áprilisban, nem vásárolunk novemberben, hanem hát folyamatosan az S&P 500 indexet megvásároltuk és tartjuk. Például egy ETF alappal, ami indexkövető, tehát, tehát az ETF alapnak a portfóliójában az S&P 500 indexben szereplő részvények vannak, tehát egy hosszú távú befektetési stratégia. Ennek semmi köze nincs a Halloween stratégiához, ez lesz a mi benchmarkunk, azaz ez, ehhez viszonyítjuk majd a teljesítményét a Halloween stratégiának, aminek az a lényege, hogy itt látjátok a táblázatban is, november 1-én vásárolunk, és egészen április végéig a piacon maradunk, tehát november esélyén megvesszük az S&P 500 Indexet követő ETF-et, és április végén ezt zárjuk, és május 1-től október 30-ig, 31-ig a, a kincstárjegyeket vásárolunk, tehát állampapírokban tartjuk a pénzünket. És van még egy harmadik stratégia, ez a, ez a summer short, aminek az a lényege, hogy amikor a nyáron kilépünk a piacról, akkor, akkor nem államkötvényeket vásárolunk, hanem short ügyletet nyitunk, tehát az S&P 500 indexet shortoljuk. A sorton akkor fogunk nyerni, nyerességünk akkor lesz, hogyha ténylegesen esik akkor a, a részvénypiac, az árfolyam, visszaesés, ennekünk árfolyam nyereség fog képződni, tehát a sort ez lenne a, a, lényege. A következő táblázatokban már látni fogjuk a, a, vizsgálatnak az eredményeit, és most kinagyítom az adatokat, itt, itt több tucat tőzsdét megvizsgáltak, mégpedig az utóbbi időszakban 2007-2015 között, és mindegyes tőzsde vonatkozásában az átlaghozam százalékban fel van tüntetve, minden, látjuk januárt, februártól egészen decemberig, a májustól októberig, és a novembertől áprilisig tartó időszakot, tehát nekünk, amire egyébként oda kellene figyelni, ez a novembertől április, tehát ez a Halloween stratégia szerint ez az az időszak, amikor vásárolunk, és az utolsó oszlop, ugye a Difference mutatja a különbséget, a májustól október, és a november április közötti különbséget, azt mutatja nekünk a a difference oszlop, tehát elegendő lenne egyébként azt figyelni. Ha pozitív számot látunk, akkor az azt jelenti, hogy valóban novembertől áprilisig nagyobb hozamot lehetett elérni azon a tőzsdén. Na most, ha megnézzük, akkor ez konzisztensen pozitív. Tehát az összes esetben pozitív a a különbség azaz tényleg megfigyelhető az, hogy novembertől áprilisig magasabbak a, a részvénypiacon a hozamok. Ez különböző tősdéken is kimutatható. Mindjárt mutatom egyébként a, a maradék részvénypiacon, ugyanígy ez megfigyelhető, és az összes eset ki van átlagolva a legutolsó sorban. Ott is egyébként pozitív adatokat látunk. Tehát átlagosan azt lehetne mondani, hogy az összes esetet vizsgáljuk, az összes ország részvénypiacát, akkor májustól októberig negatív az átlaghozam, ugye ez az átlagosan 0,39%-ot jelent negatív, a novembertől áprilisig tartó időszakban pedig pozitív, tehát 1,26%-os átlaghozamot látunk. A különbség az 1,65%-ot jelentene. Ebből is látszik, hogy van alapja annak, hogy, hogy novembertől áprilisig tartsunk részvényeket. És a, most akkor térjünk vissza a stratégiára is, arról is beszéljünk, és a stratégiának az eredményeit is láthatjuk országokra lebontva. Nézzük sorba az eseteket. A buy and Hold azt mutatja nekünk, amikor nem alkalmazzuk a Halloween stratégiát, hanem folyamatosan befektetve tartjuk a pénzünket a részvénypiacon. A 2007 és 2015 között az évesített hozam például Argentin tőzsdén 16% lett volna. Az Egyesült Államok részvénypiacán 6% lett volna. Nyilván van egy csomó negatív eset is. Tehát ez az úgynevezett vedd meg és tarts technika. A következő, a Halloween stratégia, ez abból állt, ahogy említettem, hogy november 1-én vásárolunk, és április végéig tartjuk a, a, a pozíciót, és utána államkötvényekben várjuk ki a, a következő novembert. Most ennek a, a stratégiának látható országokra lebontva az átlaghozama, vannak olyan országok, ahol negatív évesített hozamunk lett, de ha az összes országot és az összes esetet nézzük, akkor akkor nagyobb eredményt lehetett elérni. Nagyobb lett a, a hozamunk, mint a, mint a vedd meg és technikával. Ha ezt kombináltuk, és nyáron, nem állampapírokba menekültünk, hanem, hanem sortoltunk, ez a bizonyos summer short oszlop, akkor még nagyobb lett egyébként ez a hozam, itt látható. És a következő két oszlop, az már csak azt mutatja, hogy a summer short verzió mennyivel teljesítette felül a vedmeg meg és technikát, illetve a Summer Short verzió mennyivel teljesítette fel a Halloween stratégiát. Tehát összességében csak azt látjuk, hogy mennyivel lett jobb. Hát a, a kettőnek a különbségét mutatja. Tehát a Summer Short over Buy and Hold az igazából a, a Summer Shortnak és a Buy Holdnak a különbségét mutatja nekünk. Tehát ennek és ennek a különbségét mutatja. Az adatok értelmezéséből ez jól látható, és az is jól kivehető, hogy a nagy átlagban vizsgálva kimutatható volt az utóbbi években is az, hogy hogy a Halloween stratégiával jobb eredményt lehetett elérni mint a és technikával. Ha a nyarat sortolással töltöttük, akkor még jobb lett az eredmény de a pozitív átlag ellenére azért nézzük meg az egyedi eseteket is, tehát valamikor egyébként a summer short az, az, az elég rendesen alul teljesít, ugye például vedd meg és tartsd 16%-ot lehetett elérni, a Halloween-nel 20-at, ha viszont a sortot alkalmaztuk nyáron, akkor, akkor nagyon nagy mínuszba kerültünk, hiszen mínusz 2,33% lett a 20,26 helyett, tehát azért van ez a 18,77-es különbség is itt, tehát alul teljesített a Summer Short verzió. Minden esetre, ha csak az eredeti Halloween stratégiánál maradunk, akkor csak az első két oszlopot kellene összehasonlítanunk, és ott számos esetben azt látjuk, hogy a Halloween-nel felül lehetett teljesíteni, vagy kisebb lett a negatív visszaesés, vagy nagyobb lett a hozam, kismértékben, de nagyobb lett a hozam. Hát az átlagot azt egyébként itt láthatjuk. Na most a probléma az, hogy nem vettük figyelembe a kereskedéssel járó költségeket, nem vettük figyelembe, hogy osztalékot kapunk, azt sem vettük figyelembe, hogy nem csak jutalékot kell egy brokernek fizetni, hanem a, a részvénypiacon van a, a vétel és eladási oldal között egy kis árkülönbség, ezt ugye úgy nevezzük, hogy bidask spread. Ezek mind plusz költséget jelentenek, ezért aztán nem feltétlenül fel ez az összehasonlítás a vedmeg és tarsdal, igazából nincs ilyen szempontból költsége, mert egyszer vettünk és a végén eladunk, míg a Halloween stratégiánál minden évben veszünk-eladunk. Na most éppen ezért érdemes átfogóban is áttekinteni ezt a, ezt a stratégiát, és mutatom is ennek a, az egyik lehetséges visszatesztelését. Ugye az előbbi kutatás anyagban azt láttuk, hogy az amerikai részvénypiacon is megfigyelhető az, hogy a novembertől áprilisig tartó időszakban nagyobb az átlaghozam, és a vedmegistas technikához képest magasabb hozamot lehetett elérni, tehát azt láttuk ott a táblázatban. Viszont a következő visszatesztelés, az egy, ez egy nagyobb időtávot ölel fel, 1871-től kezdődően. Egy dollárt fektetünk be, ebben a vizsgálatban egy százalékos költséggel számoltak, illetve 1,3 os spreadet feltételeztek, ami meglehetősen sok ma már, de egészen a 2000-es évekig egyébként magas megbízási díjakkal is nagy spreaddel lehetett kereskedni, tehát azt lehetne mondani, hogy a mai kereskedési költségek ennek a, a töredéke egyébként. Arról nem is beszélve, hogy vannak olyan brókercégek, ahol például egy S&P 500 Index LTF-et, azt ingyenesen lehet vásárolni, tehát ott mondjuk csak a spread marad, mint költségünk. Nézzük tovább az adatokat, és a zöld görbénk mutatná a vedd tarts technikát. A kék színű vagy türkis színnel jelölve azt a megoldást látjuk, amikor május és október között vagyunk befektetve a részvénypiacon, és piros színnel látjuk, amikor novembertől áprilisig vagyunk befektetve a részvénypiacon, tehát ez a Halloween stratégia, vagy hát mondhatnám azt a Selling May and Go Away stratégia, vagy mondás szerinti pozíció, portfólió kialakítás az a, az a piros görbe szerinti. A kezdeti egyenlegünk egy dollár, és mivel nagyon-nagyon hosszú az időszak és a kamatos kamat hatása, az ezt nagyon fel tudja nagyítani, ezért egy ilyen 150 éves távlatban óriási nagy különbség lesz a, a két eredmény között. Ugye ez azt jelentené, hogy az a befektető, aki aki a Halloween stratégiát követte, annak ilyen 1700 dollár körüli végső egyenlege van, aki pedig csak befektetett és tartotta, annak bőven 100 ezer dollár fölötti egyenlege lett. De az is nagyon jól látszik, hogy ha csak a nyári hónapokban tartottuk a részvényeket, akkor rendkívül gyenge eredményünk lett, hát 100 dollár alatti eredményünk volt. Most jól látszik az, hogy a költségek, és egyéb más tényezők, majd ingyen megmutatom, hogy milyen tényezők, azok a, a nyereség jelentős részét elvitték, és sajnos az a probléma, hogy hosszú távon a, a, a költségek, azok felnagyítódnak és óriási különbségeket képesek okozni. Na most említettem, hogy ma már ennél lényegesen alacsonyabbak a költségeink, de nézzük a további vizsgálati eredményeket, hogy miket tudunk még megállapítani. Egyrészt mutatok egy, egy másik grafikont. Itt azt láthatjuk, hogy milyen átlagos hozamkülönbség van egyébként a vedd meg és és a Halloween stratégia között. Most már csak erre a kettőre fókuszáljunk. Tehát vedd meg és technikával körülbelül ilyen 9%-os hozamot lehetett elérni, és a Halloween stratégiával pedig ilyen 5% környéki hozamot lehetett, évesített hozamot tudtunk elérni. Nyilván fél évig voltunk csak befektetve, ahhoz képest, hogy ugye a vedd meg és tartsd pedig ugye egész évbe befektetve vagyunk. Ha nem számolunk egyébként költségekkel, akkor, akkor látszik, hogy hogy azért a, a, különbség az, az kisebb lesz a kettő között, illetve, hogyha nem számolunk osztalékkal sem, tehát osztalékbeli különbségeket nem vesszük figyelembe, akkor már valóban egyébként felül tud teljesíteni a, a Halloween stratégia, sőt ez az egyetlen egy olyan eset, amikor a Halloween stratégiánk felül teljesít, tehát amikor nincs kereskedési költség, és, és nincsen figyelembevéve az osztaléknak a, a, a hatása. Ennek az az oka, hogy a Halloween stratégiában csak évente kétszer kapunk osztalékot, a vedd meg is tartsd, pedig évi négy alkalommal kapunk osztalékot. Tehát amikor a részvénypiacon eladtuk a részvényeket, akkor nem fogunk kapni osztalékot. Ugye ez a különbség egyébként. Hogyha De ha nem vennénk figyelembe az osztalékot, a kereskedésnek a költségeit, akkor azt lehetne mondani, hogy a Halloween stratégia az felül teljesít. Ezért van az, hogy az előbbi kutatásban is pozitív eredmény született. Csak sajnos a gyakorlatban több olyan apróság van, ami ami csökkentheti a, a, az eredményünket, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy adót is kell fizetnünk. Tehát a Halloween stratégiában minden évben keletkezik nyereségünk, a vedd meg és tartsban meg majd csak évek múlva fog nekünk nyereség keletkezni, adót pedig a lezárt ügyletek után kell fizetnünk. Mutatnék még egy érdekes vizsgálati részeredményt, ugyanis ezen a grafikon azt látjuk, hogy szétbontották a, a, az amerikai részvénypiacon a, a, az árfolyam mozgást bikapiacra piacra és medvepiacra. a bika piac az az emelkedő trend, a, a medve piac pedig a csökkenő időszak, vagy a csökkenő trendnek a, az időszaka, ezért Ez azt kell látni az amerikai részvénypiacon, de bármely részvénypiacon, hogy emelkedő és csökkenő trendek vált, váltják -e egymást egyébként. Na most ebben a a, a szétválasztásban a 12 hónapos mozgó átlag volt a, a, a kutatóknak a segítségére. Egész egyszerűen feltették az S&P 500 index grafikonjára a 12 hónapos mozgóátlagot. átlagot. Amikor fölötte mozgott a, az S&P 500 index árfolyama, akkor, akkor bika piacot vizsgáltunk, amikor pedig alatta mozgott az árfolyam, akkor, akkor medvepiacról beszéltünk. Mutatok erre egy példát, tehát most a tradingview.com-on elérhető árfemelemzőt használjuk hozzá. az indikátor menüpont alatt hozzáadunk egy egyszerű mozgó átlagot, ez a moving average alatt érhető el. Ez itt már meg is jelent, most az előbb azt mondtam, hogy 12 havit nézünk, tehát ezt a periódust átállítjuk 12-re, a színét pedig egy kicsit üssön el attól, ami a grafikonunkon van, és át kell váltanunk havi grafikonra, tehát most a grafikonon kék színnel az S&P 500 indexet látjuk, pirossal pedig a 12 havi mozgó átlagot, és azokban az időszakokban, amikor a, a, a az S&P 500 index a 12 havi mozgó fölött van, akkor bikapiacról beszélünk, tehát ez, ez, most egy, egy bikapiac, amikor alatta van, tehát ez az a tartomány, itt jelölöm, ez egy medvepiac volt, itt is egy medvepiac, ez is egy medvepiac, itt kettő, itt is volt egy kis medvepiac, most itt az ábrán arrébb megyünk, itt hosszabb is volt, ez legutoljára egyébként ilyen tartósabb, visszaes, és az a 2008-9-es előtte pedig a .com lufi időszakában volt. Tehát ahogy említettem a nagyrészt bikapiacokra és medvepiacokra bontható fel a részvénypiaci ármozgás ennek különböző definíciói vannak, most ebben a vizsgálatban a 12 havi mozgó átlagot vizsgálták meg és azt tapasztaltuk, hogy ha az teljes időszakot nézzük, akkor a vedd meg és Tarsdal, ezek most fél évre kiszámított hozamok, a fél éves átlaghozam az 5,2%, a, a Halloween stratégiával 2,8%. Figyelem a költségeket, a spreadet, ezért van ekkora hozamkülönbség, és ahogy említettem, és korábban mondtam, hogy az S&P 500 index elérhető hosszú távú hozam az 10% körül van, hát nyilván ennek a fele ez az 5%, és azért felezünk, és azért fél évet nézünk, mert csak fél évig vagyunk befektetve a Halloween stratégiában, tehát nem lenne felrösszevetni egy, egy, egy egy évig tartó befektetést, egy, egy fél évig tartó befektetéssel. Na most ez korrigálja ezt a hibát. Mindenesetre az akkor is látható, hogy a, ha a költségeket figyelembe vesszük, a Hello Halloween alul teljesít. Viszont, ha megnézzük, ez igaz, bika piacon is igaz, bika piacon is alul teljesít. Mutatom. Viszont, ha megnézzük a medvepiacokat, akkor itt változás van. Medvepiacon a vedd meg és nagyon gyenge eredménye van, ugye a fél éves átlaghozam az mínusz 6 ezzel szemben lényegesen jobb hozamot lehetett elérni a Halloween stratégiával, az más kérdés, hogy az is negatív egyébként. Tehát ez az a alkalmazási mód esetleg, ahol a hasznunkra válhat a Halloween stratégia, a medvepiacokon, Csökkenteni lehet a visszaesést. Most azért azt látni kell, hogy ez általánosságban véve az eseteknek a 80%-ában bika piacon, a tőzsdéken. Legalábbis az amerikai részvénypiacból kiindulva és az elmúlt 100 évet vizsgálva ezt lehetne elmondani. Mutatok még két ábrát. 1900-tól 1950-ig tartó vizsgálatban azt láthatjuk, hogy a vedd meg és az erősen felül teljesít. Itt már a kék megváltozott a jelölés, tehát itt a Halloween az kék színnel van, zöldel a, a vedmeg és tarsd. Viszont, hogyha az utóbbi 50 évet nézzük, akkor akkor lényegesen jobb eredménye van a Halloween stratégiának. Látható a, a kék és a, a zöld görbének az összevetése. Ehhez képest pedig egyértelműen a, a, a piros görbe, a, tehát a nyári részvényvásárlás az nagyon gyenge eredménye lett. Tehát összegezve, amit eddig láttunk, létezik a részvénypiacon egy, egy összefüggés, egy anomália, azaz azt tapasztalhatjuk, hogy a nyári hónapokban a tőzsdéken alacsonyabbak a hozamok, nagy átlagban alacsonyabbak a hozamok. A novembertől áprilisig tartó időszakban pedig magasabbak a hozamok. Ehhez kapcsolódik a Halloween stratégia. November 1-én vedd meg a TÜSDE-indexet egy indexkövető ETF alappal, és tartsd április végéig. Most azt láthattuk, hogy bár nagyobbak a hozamok, és nagyobb az átlaghozam ezekben az időszakokban, a múltban a kereskedési költségek, a kieső osztalék, a spread miatt nem lehetett ezzel felül teljesíteni, plusz vegyük hozzá azt, hogy csak fél évig voltunk befektetve. Aztán azt kell látni, hogy az utóbbi évtizedekben egyébként erősödött ez a hatás, hogy itt most előttünk is megfigyelhető, azaz elértük azt az eredményt, amit egyébként az S&P 500 indexel, és van még egy nagyon fontos dolog, amit nem vizsgáltunk eddig, a kockázat. Márpedig azt tudni kell, hogy a, az elmúlt 100 évben az S&P 500 index évi 10%-os átlaghozama az együtt járta az 50%-os esetenként egyébként 80%-os visszaeséssel, tehát az 1929-30-as gazdasági válságban az S&P 500 index 80%-ot esett vissza. De hát hol volt ez, milyen rég mondhatjuk azt, de nem kell ennyire visszamenni. Egy évtizeddel ezelőtt, 2008 ben 50%-ot esett, dotcom lufi 40%-ot esett vissza a részvénypiac. Elképzelhető, hogy a Halloween stratégia csökkenti ezt a kockázatot, kisebbek lesznek a visszaesések, ez látszik egyébként a kék görbénken is. Na most ez is fontos egy részvénypiaci stratégia esetében, hiszen utólag könnyű feldolgozni azt, hogy 50%-ot esett vissza a részvénypiac, uff nem probléma, kiültük, de ezt megélni másfél hónapon keresztül, Bocsánat, másfél éven keresztül ezt, ezt végigkövetni, ez egy sokkal nehezebb és, és, és megpróbáltatóbb helyzet. Gondoljunk arra, és szerintem vissza lehet már menni a magyar gazdasági média, hírar, hívuma, tehát a gazdasági portálokat nézzük meg 2008-9-ben. Tehát a világ végét várták. Na most képzeljük el ilyen helyzetekben, hogyan tudunk mi józanok maradni, amikor, amikor esett már 50%-ot a, a, a befektetésünk, tehát a, a részvénypiaci portfóliónk, és onnantól még 50%-ot jósolnak, hogy még tovább fog esni, de nagyon nehéz ilyenkor egyébként józannak maradni, meg megőrizni a, az ítélő képességünket. Ezért is van az egyébként, hogy az átlag befektető, az drágán vesz és olcsón ad el. Pontosan ez a, ez a mechanizmus, illetve ez a hatás játszódik le benne. Na most egy ilyen Halloween stratégia csökkentheti esetleg ennek a, a kockázatát azzal, hogy kisebbek lesznek a maximális visszaesések. Az is látni kell, hogy nem csak a Halloween stratégia létezik, ha én, ahogy említettem, már a janu január effektust megbeszéltük, tehát ez kifejezetten a január hónapra vonatkozik. A Mikulás Ralliról is beszéltünk, a amit itt kiemeltem, hogy az eseteknek a 74%-ában a december hónap az pluszos volt a tőzsdén, 1,3%-os átlaghozammal. Akit egyébként érdekel, itt láthatjuk a december hónapoknak a a teljesítményét 1950-től kezdődően A nulla fölötti esetekben nyereségünk volt, és voltak évek, amikor a december mínuszos lett, azért ilyen évek is vannak, látható a, a grafikon. Tehát ez az alapja egyébként a, 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 de, a Mikulás Rallinak. És ami, amire még kitérnék, az az úgynevezett Turn of the Month hatás. Ennek pedig az a lényege, hogy bizonyos napokon, és hát itt a, a nevéből is adódóan, hónap fordulókor megfigyelhető az, hogy magasabb és több hozam keletkezik a tőzsdéken. Ez ugyanúgy, ahogy a, az előadás elején beszéltünk, arra, hogy a hétfői napoknak gyengébb a, az átlaghozama, itt pedig most azt tapasztalhatjuk, hogy hónapforduló időszakában. A hónapforduló azt jelenti, hogy a hó utolsó kereskedési napja, és a következő hónap első három kereskedési napja, tehát ez négy, négy nap. Most mivel közeledik a hóvége, ugye nagyon egyszerűen ez kiszámolható, október 29 péntek lesz az utolsó kereskedési nap, és utána ezt követő héten, kedden, szerdán, csütörtökön, lesz három kereskedési nap, tehát összesen négy kereskedési nap. Most, ha ezt a négy kereskedési napot visszatekintünk az elmúlt 90 évre, akkor erősebb és magasabb hozamok keletkeznek, mint az összes többi napot össze együttvéve. Ezt, a, ezt az összefüggést József Lakonisok vizsgálta meg először, 1988-ban, 90 évre visszamenőleg a Dow Jones tehát a 30 legnagyobb amerikai tüzsdei társaságnak a részvény indexén figyelte ezt meg, és ezen a négy napon az ő vizsgálatukban majdnem fél százaléknyi hozam keletkezett, szemben az összes többi napnak a 0,35 százalékos hozamával. Tehát négy napon több hozam keletkezett, mint a maradék 16 napon. És ezt a vizsgálatot 2006-ban is megismételték, már nem csak 30 részvényen, nem csak a Dow Jones tőzsdeindexen, hanem a New Yorki tőzsde összes részvényén, tehát ott 3001 néhány száz részvényről beszélünk, a portfóliókat kapitalizáció szerint súlyozva, de egyenlő súlyozással is megvizsgálták. Mindkettőnek az lett az eredménye, hogy az alatt a négy nap alatt lényegesen több hozam keletkezik, mint az összes többi, tehát a maradék 16 napon. Ez megfigyelhető egyébként 1926-1986 között is, mutatom az a ábrám, be is kereteztem, ugye? a mínusz egy az az előző hónap, az 1, 2, 3 pedig az adott hónak a, az első kereskedési napjai. Tehát ez az a négy nap rendkívül magas átlaghozammal, és a, az összes többi kereskedési napon alacsonyabb átlaghozamokat látunk. Azért van 20, mínusz 10 és 10, ez az 20 hasábunk, mert 20 kereskedési nap van egy hónapban, és hát egész pontosan nem 20-asabb 40, mert ugye az egyenlő súlyozás és a kapitalizáció súlyozás az is fel van tüntetve, de mindkettőnek ugyanaz az eredménye, és egyébként most is kimutatható ez a, ez a hatás, ahogy látható itt a, az adatokban. És 2018-ban még egy ilyen ezzel kapcsolatos vizsgálat született, ez PD-növeli cimmel érhető el és ennek a, ez a vizsgálat arra is rámutatott, hogy a, a, hónap közepén is nagyobb és magasabb hozam mutatható ki. Ebben a táblázatban az összes kereskedési napot lát. Itt most naptári napok szerint történt a vizsgálat, és ezért látunk 31 cellát. Most azt kell látni, hogy a, a, a rang a rangsor, hogy melyik napokon keletkezett a legnagyobb hozam. Nem meglepő, azt gondolom, hogy a hónap első, második napja a legnagyobb a, a első, második helyen van. A hónap utolsó napja a negyedik hely, és van még egy egy olyan mondhatni, ez kakuktojás, 16. Ez pedig a harmadik helyre került. Tehát 1, 2, 3, 4, van még a ötödik a 6., ami még magasabbnak tekinthető, az összes többi lényegesen alacsonyabb. Na most a, a PD effektnek pedig pont ez a, a lényege, hogy a 16. -a is egy, 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 egy kitüntetett napot jelent, és nagyobb hozam mutatható ki. Vannak egyébként elméletek arra, hogy a hónapforduló, illetve a PD hatás mögött nagyrészt az állhat, hogy a, a befektetők mikor kapják meg a, a fizetésüket. Ugye az Egyesült Államokban nem feltétlenül havonta, hanem gyakori a heti vagy két hetente történő kifizetés, és ez pont egybeesik egyébként a, a 16-ával. Tehát ez egyik lehetőség, az magyarázat az az, hogy megkapják a befektetők a fizetéseket, és annak egy részét automatikusan félreteszik, vagy ugye a nyugdíj alapok pont keresztül kerül befektetésre, és ugyanez a hónapfordulnál ugyanez a helyzet, hogy akkor fektetik be a pénzüket a befektetők, és ez a beáramló tőke Nyomja meg ebben az időszakban a, az átlaghozamot. Azonban azt azért látni kell, hogy vizsgálták a, ezeknek a nyugdíjalapoknak, befektetési alapoknak a tevékenységét, de ez, ez sem a teljes magyarázatot arra, hogy hogy miért növekszik meg a, a hozam. Nem csak az amerikai részvénypiacon figyelhető egyébként ez meg, hanem megfigyelhető az európai és számos más tőzsdén, nem csak a, a kis ö, piaci kapitalizációű részvények piacán, hanem a nagyobb részvények piacán is megfigyelhető ez a, a hatás. És léteznek erre stratégiák, például a, az egyik ilyen stratégia nagyon egyszerű elveket követ, egész egyszerűen annyit kell tenni, hogy a, a hónap forduló előtti napon meg kell vásárolni az S&P 500 indexet, majd pedig négy napig tartjuk, és a negyedik nap végén eladjuk, és hát minden évben ezt megcsináljuk, és ezt kombináljuk a, a PD stratégiával, akkor pedig egyetlen egy napon, tehát a, a 16. előtti napon kell megvennünk, és majd a 16. nap végén eladnunk. Ha visszateszteljük ezt a stratégiát az elmúlt két évtizedre, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy 3%-os éves hozamot lehetett elérni, 12%-os maximális visszaesés mellett. Na most azért ilyen kevés a 3%-os hozam, mert csak évente 4 napot vagyunk befektetve. Viszont a 12%-os maximális visszaesés az jónak tűnik, ha figyelembe vesszük mondjuk az S&P 500 indexel, 50%-os maximális visszaesésért kapunk 10% hozamot. Tehát ebben a tekintetben nem olyan rossz egyébként a 3%. Ezt kombinálni szokták a pd jel mert a pd jel is kinyerhető még egyébként közel 3%, egy 8%-os visszaeséssel. Illetve hát azok a stratégiák, amelyek megpróbálják ezt kinyerni, ezeket a többlethozamokat, azok általában több ilyen, hatást próbálnak egyszerre kinyerni, egész egyszerűen azért, mert, mert csak néhány napig kell pozícióba lennünk, a pozícióba lépnünk. Itt most látható egy kombinált stratégia, felhasználja a hónapfordulót, a payday-t, és még kettőt, amiről nem beszéltünk időhiány miatt, Mindenesetre azt kell látni, hogy így, ha már ezt a négyet együtt kombináljuk, akkor akár már ez a 10% környéki hozamot is el lehet érni, el lehetett érni, és a maximális visszas is 24% volt, és ez a 9%-os hozam, ez már összemérhető az S&P 500 indexsel elérthető hozammal, ahogy említettem, ott, ha hozzátesszük a 50%-os és se volt példa a közelmúltban. És még, ha még jobban szigorítunk a stratégián és bevezetünk egy olyan szabályt, hogy csak bika piacon alkalmazzuk ezeket a módszereket, ez itt ebben a tesztelésben nem a 12 havi mozgó átlaghoz, hanem a 200 napos mozgó átlaghoz volt kötve. Ez nagyjából ugyanott ad jelet. Csak nem a havi grafikóra tesszük fel, ahogy az előbb én ezt bemutattam, hanem a napos grafikóra. És csak bika piacon kötjük a jeleket, akkor a maximális visszaesésünk az 10%-ra csökken. És cserébe 1993-2019 között 7,47%-os éves hozam volt kinyerhető, ami már jónak mondható nagyon, ha figyelembe vesszük, hogy ahogy már említettem, az S&P 500 index vedd meg és tarts technikájával körülbelül évi 10% hosszú távú hozamot lehetett kinyerni ez alatt az időszak alatt, de 50%-os visszaeséssel, tehát most ezzel a módszerrel a múltbeli adatokon kisebb kockázattal hasonló hozamot lehetett kinyerni. Nyilván a múltbeli adatok és a múltbeli eredmények nem adnak garanciát arra nézve, hogy ez a jövőben is így lesz, ez igaz a, az S&P 500 indexre is, tehát ott sincs arra garancia, hogy a, akár azt nézzük, hogy az elmúlt 90 évben a, a hosszú távú évesített hozam az 10% körül volt, semmi garancia nincs arra, hogy a következő 90 évben is ö, ilyen 10% környéki hozamot tudunk kinyerni, sőt inkább arra, Utalnak kutatások, hogy a részvénypiacnak a kockázati prémiuma az várhatóan a jövőben alacsonyabb lesz, tehát ebből kifolyólag a, a, a passzív és a vedmeg és technikákkal elérhető hozam is alacsonyabb lehet a jövőben, vagy lesz. Ha ezek a, a, a kutatások beigazolódni látszanak, akkor, akkor erre számíthatunk. És a nagyvonalakban elérkeztünk oda, hogy, hogy egy kicsit megbeszéljük, hogy mégis mi volt a célunk. Mondhatnám azt, hogy nagyrészt az volt a cél, hogy lássuk a, a tősdéken a hozamok nem egyenletesen keletkeznek, és ez különböző olyan időszakoknak a kialakulását eredményezi, amikor lényegesen nagyobb hozam alakul ki, a piacon, vagy van, amikor kisebb hozam alakul ki. Ezeket a kereskedők jelentős része egyébként figyeli, követi, akár úgy is, hogy beépíti a, 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 a stratégiájába, a módszerébe. Mondhatni azt, hogy a, a most elhangzottak, az, az inkább csak egy ilyen bevezetése a, a naptár hatásnak, nagyon sok ilyen összefüggés létezik, és hogyha ezeket ismerjük, akkor véletlenül ez hozzájárulhat ahhoz, hogy jobb eredményt érjünk el a részvénypiacon. Akár úgy, ahogy láthattuk, és itt hivatkoztam kutatási anyagokra, ha a hozamot nem is tudtak javítani ezek a módszerek, de például csökkenteni lehetett a kockázatot. Ezekkel a gondolatokkal elköszönnék, hogyha kérdés merült volna fel, akkor itt látható egyébként az e-mailes elérhetőségem. Akkor nyugodtan meg lehet keresni engem az előadás témájával kapcsolatban, és majd a következő alkalommal megbeszéljük ezeket a felmerülő kérdéseket. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!